Tisztelettel köszöntök mindenki gyerekek, itt vagyok. Na itt van Évi is. Gyerekek, előre dolgoztam, főztem be ilyen apró krumplikat. Ne kelljen majd rá várni. Nagyon-nagyon-nagyon egyszerű receptünk lesz, viszont nagyon érdekes. Most mi a véleményetek? Elfogadható? Tisztelettel köszöntök mindenkit, gyerekek! Nemrég jöttem meg az Aldiból, és hát itt nagyon gyors, hát egyben kicsit a hétvégére is, meg ilyen olyan dolgok, amikből már ki voltunk fogyva, meg új dolgokat is gyorsan vásároltam. 131 dollárt költöttem, tehát egy jó egynapi kereset. Egy átlagba veszük. Oké? Okay. A April Trudel, ez ilyen almás töltött valami, ezt az Évinek lesz majd. A Sofinak szokásos csirkemel, 4 hatalmas nagy darab, 14 dollár volt. Hoztam 4 szelet karajt, 6 dollár volt, 6-10 cent, 2 hatalmas csirkecomb, de ez a nagyon nagy, és hát ez volt 5-8, tehát 6 dollár. Szintén ez ilyen chicken nuggets, ez ilyen puha, nagyon finom, kicsit van édeskés. Sofinak paprika, banán, hagyma, édesítőszer, új hagyma, zsemle, barna kenyér, ez a magos, ezt én lehetem, csak nem sokat. Aztán megyünk tovább, szőlő, karfiol, tejföl, marhahús kolbász, provolon, kerek sajt, szeletek, paradicsomszósz 2, olívaolaj. Ezt hoztam egy steak fűszerkeveréket, nem tudom milyen. A Stone Mill féle. Aldiba lehet kapni egyébként, akit érdekel. És hoztam egy darált, hát turmeric. Majd meglátom, milyen, mire tudom használni, vagy mihez. Aztán megyünk tovább, itt konzervált darált corned beef, ott belül. Évinek hoztam egy ilyen löncshúst. Van ilyen tricolor, ez gyakorlatilag nem rizs, hanem ilyen lencséből, meg egyebekből van rizs formájúra készítve, ilyen tésztaszerűség. És ez itt egy pozra, ezt még a Évi hozta, ez csak itt volt. Aztán egy üveg ecet, elég sokat elhasználtam, olasz tészta, rigatoni, ez német tészta, ez a ribbon, szallag, ugye az a ribbon, ez a szallag, szallag tészta, tehát metél tészta, német, nagyon finom, paradicsom, egy gyorsítva csinálom, pár darab, jalapeño paprika, ez nincs egy dollár, ez a 4 paprika, nem volt egy dollár, és hoztam nagyon szép kiviket. Ezt hoztam többet, mert Sofi is szereti, Évi is szereti, és milyen szép nagyok. Epret hoztam még nekik, és hát brokkolit magamnak, mert ezt senki nem eszi meg, csak én. Nagyon, nagyon ritka, ha Évi eszik belőle. Nos, hát ennyi volt itt, és még kiegészítésképpen mutatom a mindig kifagyunk ezekből a fagyasztó edényekből. Ez egy műanyag. Ez szintén Aldiból vettem.
úgyhogy most egy darabig elég lesz. Mi hozták még egyszer $131, és egy átlagos keresetnek számít egy nap. Oké? Köszönöm a figyelmet. Tiszteletem újra. Gyerekek, egy új fűszerem van, steak fűszer seasoning. Ezt most vettem, Aldi, mondtam a múltkor is, és kipróbáljuk, jó? Megnézzük azt, hogy igen, van sótartalom, jó, nem kell sózzak külön, és hát nagyon jó íze van egyébként. Látom, ebben van bors bőven. Így ennyi volt az egész. Elő van melegítve a hőfazék, és először így, csak így ilyen egyszerűen belehelyezzük őket. Ja, és már mehet is. A 350 fokon van, most lesz 9,5 perc air fry, úgyhogy elő van melegítve, és akkor hagyd menjen. Forra vízünk, egy kis sójon, és Évi kap turós tésztát mára, turós tejfölös sajtos, ezt a maradékot kifőzzük, az egészet. Ennek még mennie kell. Ez a gőzölő. Két fej brokkoli. Szép nagyok mi. Okay. Szétkapjuk. Fogsz a lábtörlőt. Nagyon gyors vacsora készítés lesz, gyerekek, nagyon gyors. És egyszerű. Igaz? Alright. Mosás. Gőz. Így a csankja, ha lehet, akkor lefelé álljon. Az öd részt legyen fölül. Jó lesz. Oké. Okay. Nagyon kevés sót teszünk csak. A tetejére. Meggőzöljük. Hát ez még nem jó, úgyhogy visszacsináljuk ugyanazt. Temperature 103.50. Time 10 percnél többet nem akarok.
és mehet tovább. Jó. A vastagabbi szeletelőn ugye levágjuk ezt. Jó lesz. Káposztát. Játszunk a tűzzel tovább. A tésztánk már kész. A tésztán egész szépen megpuhult. Szóval ráírok 6-7 percet, általában 10 perc kell azért. Akárhogy főzöd. És mehetünk is ide. Jó, hideg víz. Fogok venni egy olyan ilyen kiszedőt, ami gömbölyű. Így, tehát ne, itt ne legyen egyenes, hanem... Jó, és akkor ezt pedig... Ide... Már is engedjük a vizet. Szükségem van az edényre. Hogy hűljön egy kicsit. Jó, rákamillázunk a brokkolira. Jó, de nehéz ez a födő. Hát ez még nem jó, gyerekek. Ezt a tövét nézem, a csankját. Még nem jó. Még nem elég puha, most már azért baj, figyelni kell. Hogy menjen, itt forralok vizet. Na, ez most már elég hideg. Jó, és hagyjuk kicsöpegni. Évi mindig ezt használja, ezt a szűrőt. Nagyon tetszik. Nekem is mondjuk. Csak ritkán használom. Szép, nem tudom honnan hozta. Még szépen kicsöpeg. Alright. Oké, haladunk. Jó. Grill csirkeszerű lesz majd. Ups. Fordítunk rajta, gyerekek. Fordítunk, és most ezt a felét egy kicsit meglövöm, ami alul volt eddig. Ez a hőfok, ez pont jó így. Oké, 10 percet adok neki megint. Azt mondja, hogy air fry time. Idő, tanuljatok angolul, time az a idő, temperature, hőmérséklet 350, 350, start, let's go, gyerünk, oké? Okay. Jó, megmelegedett a vízünk, kérem, káposzta. Kap egy nagyon kevés sót, nagyon keveset, és kap egy lapos, itt rég le kellett volna szedjen, kap egy lapos evőkanálnyi, ja, körülbelül így legyen benne, kömény magot, right? És puhára főzzük.
Amíg ez megtörténik, mutatnék nektek valamit, amit még azt nagyon mutattam, hogy hogyan megy ez nálam. Hoztam ilyen dobozokat, a bevásárlós részén ugye láttátok. Hoztam két ilyen nagy adagot, és nem tudom, majd hány darabra lesz szükségem. Előre kirakok. Mennyit? Négyet? Ja, teszünk négyet. És gyerekek, itt van a pacal. Valaki mondta, hogy nem lett túl leveses, hát ilyen. Nézd ide. Ilyen. Már ebből jócskán ettem. Jó, én úgy gondolom, hogy ez egy főre, így elég. Évi nem eszi, csak én. És több nap, tehát a jó három evőkanálnyi legyen, ami sűrű. Egy, kettő. Kettő, és még egy. Három, és jó, a négy kijön. Jó van. Pont jó lesz. Öt már nem jön ki. Kettővel. Szavtal együtt. Ebben még egy kicsi jöhet. Ide megy a hús. Ez egy kis el van osztva. Ide mehet szaft meg a legelső. Na tudod a szaftot? Hogy milyen lett? Kész. Így. Tartsa rendesen. Jó, rá tud így simulni. Rá kaptam. És amikor majd úgy van, nincs kedvem főzni, Évinek töltött káposzta van ugyanígy lerakva. Akkor én csak kiveszek egy pacalt, és neki meg egy káposztát. Meg jó dolgok. Közben elvileg ennek már jónak kell lenni. Igen. Jó. Még amennyi esetleg kell, annyi gőz van, meg az edény. Úgyhogy ez készen van. Na most itt van egy kis adag ilyen húsleves, ott. Megmaradtak a csirke, szóval a farhátak, meg egyebek. Meg két egész comb, kifőztem, vezőcségeltem frissen. Itt föl ez a káposzta. Remélem, hogy ennek nagyon puhára meg kell, hogy főzzem. Jó. Megcímkézzük.
megy ez. Csak csinálni kell. És ezzel megspóroltál egy ebédet. Ugye ki tudsz védeni egy ebédet? Spórolsz pénzt, energiát, minden. Na most pacal. Pacal, és akkor ide van írva, hogy szeptember. Szeptember, így. Oké? Ennyi. Jó, az alja szépen megsült, ennél jobban nem is akarom. Az alját. Jó ropogós, igen. Ez a bőrös rész, volt arról eddig. És újra fölülre fog kerülni, előbb megfordítsuk ezt is, aztán el tudom igazítani. Normálisan. Oké, hogy szépen megpiruljon. Itt is, azt szeretném, igen, így, és ezt meg ide középre. Jó, hát így jó lesz. Kicsit előrébb, mert alright. És akkor megpirítjuk a bőrét is, bőrrészt is. Jó, airfry, time, idő, 10 percet adok. Ő ad automatikusan 20 percet. Oké, és akkor a hőmérsékletet levesszük 350-re. Oké, és mehet 10 perc. Szeretném megmutatni így, most 7 perc van még, hogy nézzetek oda, hogy sül. Hogy kipezseg, kisül a zsír, és lefolyik. Tehát teljesen ropogósra át tudod sütni a bőrét. Zsír nélküli lesz, amit a grill zsír kéne. Kérem, folytatódnak kalandjaink. Mégpedig úgy, hogy ilyen 3-4 evőkanálnyi liszt sajnos kellett, hogy használjak ide. Mással próbálkoztam, hogy besűrítgeti gyerekek, nem megy. Még ebből nem fogok sokat enni, az biztos, kis tányérra az kész. Viszont édesítőszert tudok tenni, az a szeviát, cukor helyett. Ezt megfelel. Oké. A só már van a vízben, a főzővízben. Kap egy paradicsomot. Egy nagyon picit ráöblítünk. Oké. Csomómentesre kikeverem, kérem. Jó is. Oké. Egy, kettő. Vettem le a levéből, nem kell annyira. Túl sok lenne akkor a szaft. Még rakunk ide egyet, egy adagot, jó melegedjen föl itt. Gyerekek. Jó, és akkor ezt ráöntjük így egyszerűen. Így is elég sok szaftja lesz, leve, nem baj. Mint mondtam az előbb a videón, a másikon, hogy én szeretem, a bőlével van mindent csinálva, pörköltektől kezdve minden. Így, és akkor felfőzzük, és kész is vagyunk. De még egy dolog jön, ami nem más, petezselyemződje.
nagyon illik bele, nagyon jól megy hozzá. Oké? Okay. Teríték megvan. Itt a gőzölt brokkoli, ott van a leőrölve csirketöpörtyű. Ja nem, az nem, nem az rendes töpörtyű. De nem tudom, te csináltad. Fele-fele. Tehát csirkebőrből készült töpörtyű, meg rendes töpörtyű. Ledarálva, leőrölve. Túró tejföl, akkor évek a tésztája. Húsleves. Itt a három csirkecomb. Még jó meleg, jó ropogós lett. És hát húsleves teszünk. És itt a paradicsomos káposztám, amit Évi nem fog enni, én megkóstolom. Nagyon jó. Hú, de meleg volt. Szerintem nagyon jó lett. Na most, mi az, amit a Évi eszik? Ezekből szerintetek? A leve, húsleves. A répa marad. Ja, de nekem több répát tettél, mint magadnak. Igen, hogy jobban fücsüljél. No. És már ettem brokkoli, abban Évit ki lehet hajtani a már szagával a házból. Amikor jön be, akkor már mondja is. Nem. Vagy a karfiol. Hiába. Amilyen zöldség evő volt az apja, az Évi a gyereket. Évi nem lenne jó vegános. Én a gyümölcsöt minden mennyiségben megyek. Se a sárgarépát, se a brokkolit, se ezt. Nyersen. Mi? Nyersen. Káposztát se fogsz edni? Nyersen megeszem. Ha? Nyersen a répát elvittem ám, ja. Amit adtál, ledarálom. Na jó van akkor. Hát gyerekek, ennyi a túrós tésztát nem kell mutassak. Hát nem. Ráteszed a túrót, tejfölt, töpörtyűt és kész. Úgyhogy ennyi. Ez meg egyszerű. Láttátok sülcsirke. Jó napot. Köszönöm a figyelmet. És hát remélem tetszett a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, találkozunk hamarosan. Sziasztok, Jani bácsiék voltunk Floridából, bye bye!